Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal a beszélgető társam Korompai Zsolt lesz ismételten. Üdvözöllek, Zsolt! Egy Facebook bejegyzés... Egy Facebook bejegyzés kapcsán váltottunk néhány üzenetet, ahol a hitoktatás és annak az erkölcsi morális vonatkozásairól volt szó. Úgyhogy nem is húzom én az időt, hanem átadom Zsoltnak, és akkor ő felvázolja az álláspontját, aztán majd kialakul valamiféle párbeszéd, biztos vagyok benne, hogy teljes volt, üdvözöllek még egyszer. Üdvözöllek, én is üdvözlöm a kedves nézőket. No, én úgy gondolom, hogy a hitoktatás erkölcsileg kifogásolható lehet. Ez alatt azt értem, hogy elképzelhetők olyan körülmények, ami miatt a legtöbb ember azt mondja, hogy ez így nem helyes. Úgy röviden ennyi. Tehát, hogy nem állítom azt, hogy a hitoktatás erkölcstelen, csak hogy lehet az. Mi lenne szerinted a legfontosabb kifogás? Mi amit neked a kifogásod? A legfontosabbal kezdjük? Amelyik szimpatikus neked. Amelyikkel szeretnél. Mi lenne, ha a sorban haladnánk? Amit írtam, ez a mások a legenyhébbtől. Oké, aha, jó. Azt írtad, azt... Jó. Emlékszel? Mondhatod, ha emlékszel. Nem szórunk, nem emlékszem rá. Az volt az első, azt írtad, hogy másokat becsapni erkölcstelen. Következő az volt, hogy hitoktatáson becsapnak gyerekeket, ezért hát a hitoktatás erkölcstelen. Most azt kellene még kifejtened ezt valamennyire, hogyha... Jó, úgy gondolom, hogy ez a... Tehát, hogy ez így úgy nagyjából így, én nem tudom, formálisan megpróbáltam megfogalmazni a dolgot. Világos. És ugye az első két állításból, amit általában premisszáknak neveznek, ha jól tudom, következik a következtetés, konklúzió, hogy ha igaz az, hogy másokat becsapni erkölcstelen, és az is igaz, hogy a hitoktatáson becsapják a gyerekeket, akkor a hitoktatás erkölcstelen. No, én erre azt gondolom, hogy ez az érv a legtámadható. Én sem gondolom azt, hogy másokat becsapni mindig erkölcstelen. Tehát, hogy egy példát mondjak, például április 1-én, amikor tréfálkozunk, a legtöbb ember egyetért azzal, hogy nem erkölcstelen az, ha tréfából becsapunk valaki. Világos. Na most persze számos módon meg lehetne ezt az egészet torpedozni, vagyis legalábbis én meg fogom próbálni. Az első az lesz, hogy... És nem biztos, hogy el akarsz menni ebbe az irányba, mert már ebbe belementünk az üzenetváltásba is, hogy ugye mi alapján mondja azt bárki is, hogy erkölcstelen akármi is. Ugye ez lenne az egyik támadási felület ezen az egészen, hogyha most azt mondom, hogy én... Támadjuk! Jó. Én, ha magam saját világnézetéből azt tudom mondani, hogy igen, igaz, becsapni másokat az erkölcstelen, ez benne is van a 10 parancsolatban, és számos alkalommal elhangzik a Bibliában, szóval ebben a világnézetben én erre hivatkozok, hogy most ez megalapozott vagy sem, az egy másik dolog. És akkor ugye az lenne a feltevés, hogy te abban a világnézetben, amiben te élsz, amit felvázolhatsz, hogy ott miért erkölcstelen, ha akarod, akkor elmagyarázhatod, hogy szerinted abban miért erkölcs. Szóval mire alapozod azt, hogy egyáltalán erkölcsre másokat becsap? Rendben, tehát ugye az, hogy egyáltalán mi lehet az erkölcsnek az alapja. Ja. Én nem tudok róla, hogy az emberi érzelmeken kívül sikerült volna bármi mással megalapozni azt, hogy mi számít erkölcsesnek, vagy mi nem. Tehát hallottam már ezt a kifejezést, hogy objektív moralitás, de szerintem ez a kifejezés értelmetlen, mert érzelmektől független erkölcsről, hát ha valaki azt mondja, hogy beszélhetünk, akkor indokolja meg, de erősen kétlem, hogy sikerrel fog járni. Ezért én úgy vélem, hogy az erkölcsös, amiben a legtöbb ember egyetért, hogy ez az, és az erkölcstelen, amivel a legtöbb ember egyetért, hogy ez helytelen, hogy ez erkölcs. Még akkor is, ugye, hogyha technikailag a többségre hivatkozni, az egy érvelési hibának számítana, de én elfogadom, amit mondasz.
Mert ugye a többség én mondja... Én azt vitatom, hogy ez mindig... Igaz, mindig persze. Annak számít. Ne, egyetértek, nem lehet mindig azt mondani, hogy a többségnek nincs, nem lehet igaza, csak általában az nem a legnagyszerűbb érvelési alap, hogy a többség egyetért, hisz a többség tévedhet. Most én azt mondom az én részemről, hogy a Biblia relatíve egyértelmű azzal kapcsolatban, hogy aki hazudik, az annak súlyos következményei vannak. Hogy miért van ez? Én úgy gondolom, hogy egyrészt a hazugság az egyértelműen az igazságnak vagy az elfedésére, vagy a teljes eltitkolására egyfajta eszköz, és hogyha az igazság az egy igen fontos dolog a Bibliában Isten számára, ezért teljesen érthető, hogy miért nem akarja, hogy mi alkalmazzuk ezt az eszközt. Viszont akkor csak egyszerűen azt mondom, hogy szerintem meg nem erkölcstelen becsapni másokat, az kész, ennyivel mehetnénk tovább. De ha ezt a részt nem akarjuk boncolgatni, mert ugye én érezhetem úgy, hogy nem az. Jó. De mondom, itt nagyjából egyetértünk. Most a Bibliára hadd ne térjek ki, hogy azért Mózes csak hazudott, meg stb. Mikor? Ki volt az, aki a fáraónak hazudott, mert azt mondta, hogy Abraham a felesége is, nem a meg Izsák is hazudott valóban. De ez nem azt jelenti, hogy lehet. Jó, tehát... Nem, nézd. Az, hogy tetszik, Ádámnak is hazudott Isten. Várjál, mert az van most azt van, jó, visszatérve a Bibliára, az, hogy valaki hazudik a Bibliában, mondjuk ez esetben Ábrahám, Izsák, Dávid is házasságot tört, hazudott, sőt, gyilkosságba is bonyolódott, ez ugye nem azt jelenti, hogy azt Isten vagy Elohim jóvá hagyja. Az, hogy az emberek csinálnak benne dolgokat, és az le van ott írva, az nem hatalmaz fel engem, vagy arra, hogy én azt csináljam. Úgyhogy én ezt nem, az nem egy érv, az, hogy az emberek mindenhol hibáznak, az benne van. De a másik az, hogy mire alapozod azt, hogy a hitoktatás az hazugság. Mert ugye azt mondod, hogy ez becsapni, az feltételező, hogy a hitoktatás az hazugság. Szóval mi az alapja annak, hogy a hitoktatás hazugság? Így van. Tehát ezért gondolom azt, hogy ez a legkönnyebben támadható változata ennek az erkölcsi kifogásolhatónak. Mert ha például a hitoktató tényleg elhiszi azt, amit ő hitoktat, akkor nem beszélhetünk becsapásról, hanem csak jóhiszemű tévedésről. Az erkölcsi kifogásolhatóság szerintem abban az esetben áll fent ilyen formában, ahogy az első, én nem tudom, változatban megfogalmaztam, amennyiben a hitoktató tisztában van vele, hogy hát, amit én a gyerekeknek mondok, az valószínűleg nem igaz. Ebben az esetben nyilván ezt nem tudjuk ellenőrizni, mert ahhoz gondolatolvasónak kéne lennünk, de viszont ebben az esetben szerintem a legtöbb ember egyetértene azzal, hogy a hitoktató becsapja a gyerekeket, és valamiféle mentséget kell találni neki, valamiféle indokot, ami megengedhetővé teszi azt, hogy ez a félrevezetés megtörténik. És hát amennyiben nem találunk ilyen indokot, hát akkor kénytelenek vagyunk ebben az esetben tényleg egy hitetlen hitoktatását erkölcsileg kifogásolhatónak tartani, szerintem. Igen, ez így van, hogyha valóban ez fennáll az eset, de ilyen alapon a történet... Egyáltalán valaha fennáll ilyen. Nem, hát nézd, biztos vagyok benne, hogy a hitoktatóknak a jelentős része nem szent, de ezt ugyanúgy elmondhatjuk például az iskolában oktatott történelemről, hiszen a történelem is megváltozott már számos alkalommal, már csak az én életem során valami vörös terror volt, utána fehér terror lett, egyszer felszabadították, aztán megszállták, ráadásul nem is tudunk mindent pontosan, hogy történt a történelemben, hogy most itt hogy volt, ott hogy volt, Mátyás király, ezek a dolgok. Szóval ilyen alapon a történelem is beleesik ebbe a kategóriába, a másik pedig az orvostudomány is beleesik ebbe a kategóriába, hisz számos esetben előfordulhat az, hogy olyan ismereteket közölnek, amiket motiválnak bizonyos hátsó szándékok, mint például különböző kutatások, gyógyszeripari cégek, eszközgyártó cégeknek a támogatása. Szóval nem különbözik a hitoktatás ilyen téren a normál oktatástól sem, és ez szerintem
nyugodtan állíthatjuk, hogy majdnem minden tantárra igaz. Na? Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Ezzel én egyet tudok érteni, tehát, ja, valóban, te, igen, tehát, hogy minek kéne ezt nevezni, hogy ideológia, tehát, hogy az ilyen ideológiailag motivált, neked jó kommunistának kell lenni jellegű oktatás, ez valóban én is kifogásolhatónak tartom. Tehát próbáljuk semlegesek lenni, tehát nem azt mondani, hogy vörös terror, ilyen terror, olyan terror, hanem egyszerűen az, hogy mi az, amit tudunk, ez történt meg, aztán lehet, hogy ezt nevezhetjük így, nevezhetjük úgy, de attól még nem harcolt Mátyás király a II. Világháborúban, és Sztálin sem evett ős embereket. Tehát azért nem. Maga a történelem... Nem, csak gondolj bele abba, az hogy... Az események... Csak gondolj bele abba, hogy... Az események azért nem változtak. Felnőttek generációk úgy, hogy ők abban a hitben voltak, hogy Kádár atyánk, meg ő egy micsoda nagyszerű ember, vagy felszabadította az országot Sztálin, és akkor utána néhány generációval már ők kommunisták voltak, szóval sokkal nagyobb agymosás történik, vagy legalább akkor agymosás történik a normál oktatáson belül is, mint a hitoktatáson belül is. Ráadásul, hagyj olvasok már, vagy érted, amit mondok? Felolvasok egy cikket. Oké, okay. Na miért? Gyerünk! Felolvasok egy részletet. Hát mert azért, hogy mit nevezünk agymosásnak, azzal azért én óvatosabb lennék. Tehát azért, ha, hogy is mondjam, ellenőrizhető tényekre épülő dolgokról beszélünk, akkor azért azt én nem nevezném agymosásnak. Tehát én nem tudom, ha a történelemről beszélünk, tehát ott azért a különféle állításokat, hogy valamilyen történelmi esemény mikor történt meg, kikkel történt meg, ezeket azért adatokkal lehet igazolni. De azért azt, hogy én nem tudom, Szent Pált megszállta-e a Szentlélek, hogyan lehet adatokkal igazolni? Van néhány történetünk, amiről nem tudjuk, hogy igaz. Ugyanúgy lehet adatokkal igazolni, mint az, hogy Plátó írta az Állam című műve. Nem az, hogy ugyanúgy, legalább ugyanúgy, mert sokkal több kézirat áll rendelkezésre Pál írásaiból, mint Plátóéból. Mégis elfogadja a világ, hogy Plátó, Arisztotelész, Szokratész, ezek valós személyek voltak, úgyhogy szinte semmi bizonyíték nincs rá. Úgy értem, hogy az ő írása... Jó, azt hiszem, hogy valamit konkretizálnunk kellene, tehát én nem tudom, tehát, hogy mondjuk ragadjunk le a történelemnél. Tehát ha össze akarjuk hasonlítani azt, hogy a II. Világháború mikor ért véget, igen, azzal, hogy én nem tudom, Jézus Krisztus feltámadt, hát akkor azért ez a kettő szerintem közel nem egy kategória. Hát de nem is fair, mert ugye 2000 év eltelt közte, szóval akkor hasonlítsuk össze valami hasonlóval abból a korszakból, amit ugyanúgy tanítanak az iskolákban. Ami mondjuk, mit tudom én? Ja, jó, persze, jó, mert ugye, rendben, az oké, jó, akkor már... Találja valamit 2000 évvel ezelőttről, amire legalább annyi bizonyíték van, mint az ő feltámadására, és az nehéz lesz, hiszen erről van hát, számos írásos emlék. Szemtanúk beszámolói. Erősen kétlem, hogy szemtanúk. Nem, hát ez így van. Például azt, hogy Julius Cézárt megölte Brutus, és... Mi a bizonyíték arra? Beszámoló. De milyen beszámoló? De ugye értem, hogy te láttál én már egyetlen beszámoló. De ez a lényeg, érted, hogy elfogadsz olyan dolgokat, amikről nincsen fogalmad, meg bizonyítékod, míg arra, amire egyértelmű bizonyítékok vannak, több ezer kézirat arról szól, hogy ezek az események megtörténtek, számos száz szemtanúnak a véleménye van leírva azokban az iratokban, mellesleg Jézus létezését szerintem senki nem kérdőjelezi meg. Azt megkérdőjelezik, hogy ő csodákat tett. Jó, de úgy értem, hogy aki megalapozottan, mert csak úgy, hogy én azt mondom, hogy szerintem nem létezett, mondhatom én is, hogy szerintem nem létezett, de hogy mi az alapján. Azok, akik ezen
kutatnak, mondjuk csak Richard Dawkins, vagy ha ismered Bart Ehrman, akik szakemberek ezen a területen, vagy legalábbis azt állítják magukról. Ők nem kérdőjelezik meg, hogy Jézus létezett. A kérdés nem az, hogy ő létezette, vagy nem. A kérdés az, hogy azok az események, azok a csodák kísértéke. Szóval ez egy, de hagyj mutass, hagyj olvasok már fel egy részletet. Ez a... Jó, de ne szaladjunk ezen át. Maradhatunk. Tehát ha összehasonlítjuk Julius Caesart és Jézus Krisztust. Tehát azért ők nagyjából, én nem tudom, többé-kevésbé, én nem tudom pontosan. Egy évszázad nagyjából. Egy évszázadon belül. Jézus később jött, mint Caesar. De Caesar létezése, tehát azt, hogy Caesart megölték, az nem egy rendkívüli esemény. Tehát az, hogy egy embert le lehet szúrni, az teljesen, tehát az hihető. Ha. Viszont ha például Jézust Romulussal hasonlítanánk össze, na ott már azért más a helyzet. Tehát én azt mondom, hogy Jézus olyan mitológia alak, mint például Romulus és Remus, vagy Artúr király, vagy a hét vezér, Hunor és Magor, stb. Tehát, vagy Héraklész akár, tehát lehetséges, hogy, sőt, szinte biztos, hogy valamikor az ókori Palesztinában élt Jézus nevű ember. Ha jól tudom, Jezsua, talán így van. Jezsua. Tehát, hogy ez a név aránylag gyakori volt. Szinte biztos, hogy a rómaiak keresztre feszítettek embereket, akik között miért ne lehetett volna Jézus is, Jézus nevű, aki prédikált ezt, azt, amazt. Na de ezt van okunk a Biblia Jézusával azonosítani? Szerintem nincsen. Tehát ennyi erővel mondhatom azt is, hogy Nemecsek Ernő létezett, mert esetleg Molnár Ferenc egyszer beesett a füvészkertben a valamilyen tóba, aztán ezt megírta a Pál utcai fiúkban, hogy Nemecsek Ernőt a vörös ingesek megfüröztötték a tóban, de a tulajdonképpen Nemecsek Ernő az Molnár Ferenc volt, igaz, hogy nem az a neve, meg nem megfüröztötték, hanem beleesett, de mégis ugyanaz a személy. Ez szerintem túlzás. Szerintem fordítva én ugyanezt van. Gondolom, hogy fordítva van, mint ugye persze, hogy abban az esetben, ha úgy lenne, ahogy mondod, az nevetséges lenne, hogyha próbálnánk ezt a bibliai leírást ráerőltetni valakire. A kérdés az sokkal inkább, hogy a bibliai leírás igaz-e? És az a Jézus... Én azt mondom, hogy világos, hogy te azt mondod, hogy nem. Én csak azt mondom, hogy ha most megnézzük azt, ami állít maga az írás, az a számos szerző azokban az iratokban, a szemtanúk beszámolói, és mindazok a bizonyságok, amik ott vannak, az alapján nem lenne semmi okunk kételkedni, hogyha ez tegnap történt volna, hogy elfogadnánk a bíróságon mindezeket a bizonyítékokat, hisz a bíróság is elfogad szemtanú beszámolókat. De ez így van. Azért hívnak be szemtanúkat. De nem száz év távlatából, és de hát az olyan szemtanú beszámolót, aki azt mondja, hogy a gyilkosságot egy citromsárga orszarvú követte el, aki görkorcsolyázott, és denevér szárnyai voltak, akkor azért azt a szemtanút megvizsgáltatta a bíróság, hogy... Ilyenről nincs szó a Bibliában. De hát természet... Dehogy nincsen. Hát olyan, hogy borrá változtatjuk a vizet, az minden nap nem történik de hát meg, azért vagy az hogy nem a vizen is a járunk. Nem is a citromsága orszagú kategória. Persze, hát, arról nincs jó, szó. Jó, csak azt mondom, hogy ugyanilyen képtelenség. Tehát a bíróságon én tanúsítom, hogy már pedig... Szabó Töhötöm egy liter vizet borrá változtatott, és azért vették el a jogosítványomat, mert én ugyan vizet ittam, de varázslattal... És ha 500 ember mondja? És ha 500 ember mondja azt? Hát akkor... Hát. Mint ahogyan állítják hát az írások? Bíró ezt elhinni. Nézd, lehet, hogy nem hinnél, nem kell, hogy elhigye egy bíró, a kérdés az, hogy én elfogadhatom el úgy, mint igazság. Hát szerintem épelméjű ember ezt nem fogadja el igazság. Világos, hogy de valakitől mégis... azért lették el a jogsítványt, mert miután megivott egy pohár vizet, ezt utána varázslattal borrá alakították benne,
és van 500 tanú, aki ezt tanúsítja. Hát utána, utána az durva lett volna, hogy a belsejébe borra alakítja, de értem, amit mondasz, én csak azt mondom, hogy van annyi szemtanú beszámoló, amit ma valamilyen úton, módon az emberek legalább elgondolkoznának azon, hogy hé, azért 5-600 ember, meg 1000 ember, meg több különböző évtizedekben, évszázadokban ugyanarról beszélnek. Természetes, hogy nincs olyan bizonyíték, ami azt mondaná, hogy fényképek, vagy videók, vagy akármi. De most, hogyha látsz egy videót, ahol az emberek a vízen járnak, ami, mint ahogy van olyan videó, ahol a vízen járnak az emberek, vagy repülnek, vagy akár... Nem az jut eszedbe, hogy jé, megtanultunk vízen járni. Vagy jé, tudunk repülni. Egyből az jut az eszedbe, hogy ez egy csalás, nem? Érted? Hát pontosan. Ami azt jelenti, hogy nem lehet... Hát ezért mondom, hogy... Semmiképp nem hinnéd el, akármit is csinálnának. Szóval hát nincs olyan bizonyíték. Hát erről van szó, hogy ezért nem jó arra hivatkozni, hogy 500 ember azt mondta, na és? Az 500 ember nem teszi ezt hihető. Én csak azt mondom, hogy nem tud olyat cselekedni, hogy az ember, aki nem hisz, az elhiggye ezt. De ha valakiben megvan az a kezdemény, hogy hinni akar és higgyen, az számára mindez bizonyító erejű lesz, és aztán azt elvezeti oda. Én kétlem, hogy az embereket megfogom. Csak erre mondom, hogy ez az ember a téveszméje fogja. Igen, de a téveszme a hét vezér is mégis tanítják az iskolában. Vagy legalábbis azt mondtad az előbb, hogy olyan téveszme, mint a hét vezér. Mégis tanítják az iskolában. Meg Mátyás királyról beszéltél, azt is tanítják. De az iskolában nem azt tanítják, hogy a Mátyás királyról szóló népmesék igazak, és szerintem azért, amikor a honfoglalásról van szó, akkor nem azt tanítják, hogy ez és ez volt a hét vezér, hiszen olyan feljegyzések vannak a hét vezérről, amelyekben nem egyeznek a nevek, tehát nem lehet pontosan tudni, hogy egyáltalán ki volt az a hét vezér, vagy egyáltalán volt-e, de nem ismerem a részletet. De mégis tanítják az iskolában. Azért én azt erősen... Úgyhogy tudjuk, hát persze, hogy nem igaz. Hogy ennyit tudunk a honfoglalásról. De úgy, hogy tudjuk, hogy nem igaz. Mégis az iskolában tanítják. Én ezt akarom, ez volt mindvégig nekem a problémám, de most már tényleg... De az iskolában szerintem azt tanítják. Igen, de az iskolában szerintem azt tanítják, hogy van egy olyan feljegyzés, amelyikben a hét vezért így hívják, hogy Árpád előtt ontkund blablabla. Bla. Más feljegyzések szerint pedig így hívják őket. Én nem emlékszem, hogy feljegyzésekről volt szó, szóval én csak arra emlékszem, hogy Álmos előtt ontkund, mit tudom én ki, meg mit tudom én ki, ez a hét vezér, azt ezt meg kellett tanulni. Aztán lehet nem is úgy van, sose léteztek, meg lehet, hogy nem is úgy volt az egész. De figyelj, így van. Most erre visszatérve az oktatásra, ez a British Medical Journal, ami a brit orvosi folyóirat, NCBI, weboldalon van, elküldöm majd. Ez az NCBI, ez, ha jól értelmezem, az Egyesült Államoknak a kormány hivatalos weboldala, ahol azt írják, hogy bizonyos fokú elfogultság szinte mindig jelen van egy közzétett tanulmányban, ez orvosi tanulmány. Az olvasóknak azt is figyelembe kell venniük, hogy az elfogultság hogyan befolyásolhatja a tanulmány következtetéseit. 1998 előtt megfigyeléses vizsgálat is kimutatta, hogy a hormonpótló kezelés csökkentette a szívbetegség kockázatát a menopauza utáni nők körében. Az újabb vizsgálatok azonban, melyeket szigorúan úgy terveztek meg, hogy a torzítás minimalizálása érdekében, ugye a torzítás minimalizálása érdekében az ellenkező hatást találták, azaz a szívbetegség kockázatának a növekedését éri el a HRT. Szóval hogy létezik az, hogy azon vitatkozunk, hogy 2000 évvel ezelőtt mi történt, ennek ellenére 20 évvel ezelőtt még azt tanították, hogy a hormonpótló kezelés csökkenti a szívbetegség kockázatát, most meg rájöttek arra, hogy nem csökkenti, hanem növeli, és állítólag a tudomány az egy exakt dolog, amit nekünk csak el kéne fogadnunk, hogy amit írnak, az úgy van. Szerintem ez nagyon egyszerű. Ennyit tudunk. Változik a tudásunk. Megtudunk újabb adatokat, és abból újabb következtetéseket vonunk le. Nyilván, mivel emberek vagyunk, az elfogultságot teljes mértékben kiküszöbölni nem tudjuk. De azért, mert elfogultak vagyunk, és ezért esetleg tévedhetünk, ez nem jelenti azt, hogy félrevezetünk mást. A jóhiszemű tévedést azért ne tekintsük hazugság. Tehát
Az Kérem, tévedtünk. Na, már meglátjuk, mert most a következőben ugyanitt azt írják, hogy az idézési torzítás arra utal, hogy a kutatók és a kísérletek szponzorai nem szívesen publikálnak kedvezőtlen eredményeket, mivel úgy vélik, hogy ezek a megállapítások negatívan tükrözhetik személyes képességeiket vagy termékük hatékonyságát. Magyarul hazudnak. Orvosi folyóiratokban. Ma. Nem 2000 éve, hanem ma. Ez mostani ez a cikk. Így a pozitív eredményeket nagyobb valószínűséggel nyújtják be publikálásra, mint a negatív eredményeket. Emellett az orvosi szakirodalomban meglévő egyenlőtlenségek befolyásolhatják a klinikusok véleményét a várható vizsgálati eredményekről a vizsgálat előtt vagy alatt. Szóval hazudnak. Egy nem arról van szó, hogy tévedünk, hogy egyszerűen csak ó, hoppá, hanem hazugságot tanítanak a szakirodalomban, meg ezáltal az iskolában. Feltételezhetjük, hogy ez az egyetlen ilyen eset, de az nevetséges lenne, nem? Szóval mennyi ilyen lehet? Azt nem tudjuk pontosan, viszont itt a hazugságot tanítanak, azt szerintem nem áll meg, mert tehát, hogy így végigmegyünk a láncokon, tehát, hogy valami gyógyszernek a hatásosságát egy gyógyszer nem úgy hat, ahogy állítják róla, de ezt az orvos nem tudja ellenőrizni, hanem egyszerűen kénytelen megbízni az orvosi ajánlásokban, akkor már utána, onnantól kezdve, aki ezt igaznak tartja, onnantól azt már nem vádolhatjuk hazugsággal, hanem ő már csak tévedett. Az nem változtat a tényen, hogy hazugságot tanítanak. Én nem hibáztatom a tanárt, én soha nem is hibáztatom a 8 év alatt azt az embert, aki ott van a tanteremben, mert ugyanúgy meg van vezetve, mint mindenki más. Én azt állítom, hogy ezek az... Jó, de itt most ez a cikk, amit mondtál, ez most nem függ össze a tanítással, hanem itt most valami, hanem itt gyógyszerekről van. Teljesen mindegy, mert a gyógyszerész ezt tanulja, hogy a hormonpótló kezelés az csökkenti a szívbetegség kockázatát, hisz valakinek applikálnia kell azt a kezelést, és az egy gyógyszerész lesz, vagy egy orvos. Szóval ezt az információt, ismeretet meg kell tanulnia valakinek egy iskolában. Szóval hazugságot tanulnak. Ráadásul úgy, hogy létezik az, hogy egyszer arra jutnak, hogy csökkenti, egyszer meg arra jutnak, hogy nem. Milyen fajta tudomány az, ahol egyik időben egy ugyanarról a dologról kiderül, hogy az káros. Hát én megmerem kockáztatni, hogy a tudomány az ilyen. Egyszerűen a rendelkezésre álló adatokból következtetnek. Az adat... Akkor erkölcstelen ez is, nem? Miért lenne az? De mert hazugságot tanítana. Becsapnak másokat. De ez így túl általános. Kicsap be, kicsodát. Tehát itt most... Valaki hazudik. De most akkor a tudományról beszélünk, vagy valakiről? Teljesen mindegy. Világos, hogy... Az a lényeg, hogyha egy ilyen előfordul, az azt jelenti, hogy ez előfordul tömegesen, hisz ez egy torzítás. A torzítás azt jelenti, hogy ez ellen ők küzdenek. Most felolvashatok még egyéb részeket is, ha érdekel. Vannak különböző szabályozások. Vannak különböző szabályozások arra nézve, hogy lehet a torzítást visszaszorítani. És a torzításnak az egyik fajtája az, amit felolvastam, hogy a kutatók kísérletek szponzorai az eredményeket meghamisítják effektíve, és aztán ezeket az eredményeket meg kell tanítani a szakembereknek. Hisz valaki ezt a kezelést ajánlja egy másik embernek. Nem? Érted, amit mondok? Lehet, hogy meg... Igen, csak hogy mi akarsz... Várjál, nem értem. Ja, mondhatod, bocs, igen. Ja, tehát nem világos számomra egyáltalán, hogy mire akarsz ezzel kiukatni. Tehát, hogy ez miért teszi a Bibliát igazzá, tehát, hogy ez... Nem azt mondom, hogy a Bibliát igazzá teszi. Én csak azt mondom, hogy amit a normál oktatás ugyanazt csinálja, amivel te vádolod a Bibliát, csak arra van bizonyíték. Míg arra, amiről te beszélsz, arra nincs, hogy az nem igaz. Tehát mondjunk konkrét példákat. Tehát szerinted arra, hogy Julius Cézárt megölték, arra nincsen bizonyíték,
De arra, hogy Jézus a vizet borrá változtatta, arra pedig van. Arra több bizonyíték van, hogy Jézus a vizet borrá változtatta, mint arra, hogy Julius Caesar létezett. Hisz több feljegyzés van, korabeli feljegyzés arról az eseményről, mint a másikról, amiről te beszélsz. Oké, most már azt hiszem eléggé elkanyarodtunk, de engem nem különösebben zavar a dolog. Tehát azt állított, hogy több feljegyzés van arról, hogy Jézus a vizet borrá változtatta, mint arról, hogy Julius Cézárt megölték. A bibliai történetekről több feljegyzés van, mint bármi más korabeli eseményről összesen. Szóval több tárgyi bizonyíték áll rendelkezésre. De most ne tűnjük el a tárgytól. Tehát most Cézárt ledöfték, Jézus pedig borrá változtatta a vizet. Tehát te azt állítod, hogy hihetőbb az, jól értem, hogy azt állítod, hogy hihetőbb az, hogy a Jézus a vizet borrá változtatta, mint az, hogy Cézárt megölték. Nem, hogy is lehetne hihetőbb? Amit Jézus tett, az egy csoda, szóval annak az a lényege, hogy nem hihetőbb, az egy csoda. Nem azt mondom, hogy hihetőbb. Azt mondom, hogy az eseményre több írásos bizonyíték van, mint arról, amiről te beszélsz. Magáról, hogy egyáltalán megtörtént, arra több bizonyíték van. Én ezt mondom. Érted, amit mondok? Te, amit mondasz, ezt, hogy leszúrták, ezt alapozod arra, amit nem is tudsz. Nem is tudod, hogy hol olvastad ezt. A történelem tényre. De nem tudsz tehát mondani egy... ez a lényeg, hogy nem tudsz mutatni egy forrás sem arra, amiről beszélsz, mégis elhiszed. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információ sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Azért a történelemkönyvet sem tekintjük meg vissza. Te magad mondtad, hogy a hét vezér is egy mese, hogy nem tudjuk a neveket. Te magad mondtad, hogy megegyeztünk, hogy a fehér terror, a vörös terror, hogy mit csináltak, hogy miket tanítanak, hogy ezeket nem is... Az előbb beszéltük meg, hogy ezek nem is biztos, hogy így vannak. Szóval persze. De hogyha 1450, mit tudom én, mikor volt Mátyás király, azt se tudjuk, hogy a hét vezér 1000 körül mikor bandukolt ide be, és azelőtt 1000 évvel volt még Julius Caesar. Jó, de... Szóval milyen bizonyíték van arra, hogy Julius Caesar élt? Azon kívül, hogy 500 évvel később valaki írt róla valamit valahol. Szerintem azért csak vannak olyan feljegyzések, amit Caesar maga írt. Az kétlen erősen. Olyanok, amit... Nem, hogy maga írt olyan, nincs. Szokratésztől nincsen semmi 1000 évig. Érted? De hát valaki csak leírta azt, csak egyszerűen utána tud nézni bárki, aki nézi ezt. Szokratész, Arisztotelész, ezek a karakterek, és semmilyen írása nem maradt fenn. Több száz évvel később kell az első feljegyzések, hogy ő mit írt. 1000 évvel később. De valaki csak leírta azt a feljegyzést. De honnan tudjuk, hogy az az igazság, amit leírt? Sehonnan. Ennyit tudunk. Akkor miért fogadjuk valaki... Akkor mi a különbség a történelem meg a hittan között? Ez az, amit akarok mondani. Hogy csak azért elfogadjuk, mert 1000 évvel későbbről van 20 feljegyzés, mit tudom én honnan, mikor Jézus életéről néhány évtizeddel későbbről van számos levél, szemtanúk leírása, több százé. Mivel hitelesebb akkor az, amit Szókratész írt, ami Szókratész halála után 1000 évvel van az első feljegyzés róla, vagy 800? Jó, de Szókratészt... Vagy Arisztotelész, vagy mit tudom én? Micsoda? Jó, de őket szerintem nem tekintik történészeknek, tehát Szókratész meg Arisztotelész, ők filozófusok. Hát a modern gondolkodás egy jelentős része az ő filozófiájukra épül, úgyhogy nem is tudjuk, hogy egyáltalán mit írtak. Mert nincsen több évszázadon keresztül semmi feljegyzés róla. És mégis ezt tanítják filozófiából. De ha nincs feljegyzés, akkor nem tudnánk Szókratészről. De van feljegyzés, csak több évszázaddal később, mint ahogy ő élt. De valami akkor mégiscsak van. De nem lehet összehasonlítani az eredeti, nincs semmi eredeti, érted? Itt meg van, amiről én beszélek, ott van. Amiről én beszélek, ott van.
Dehogy is, hát dehogy de. Van. Hát a múltról csak, a múltról nem tudunk másképp meggyőződni, csak arról a feljegyzések. Igen, de amiről én beszélek, arról van korabeli feljegyzés, amiről te beszélsz, arról meg nincs. És mégis tanítják filozófiából. Már most a történelmen túl vagyunk, már az olvastudomány kiixeltük, most már filozófiánál tartunk, hogy tanítanak olyan dolgokat, amire nincsen bizonyíték, vagy tudjuk, hogy nem igaz. Jó, de, állj. Korabeli feljegyzés, tehát úgy tudom, hogy ilyen eredeti, csak ilyen papírus töredékek. 125, mondtad, tehát az első. Legyen 125, de hogy olyan korabeli feljegyzés, amire, de már eleve ez is problémás, nem lehet, azt lehet pontosan, hogy Jézus mikor született. Tehát, hogy olyan korabeli feljegyzés, ami Lukács könyvében benne van a krónika, szóval tudjuk nagyjából néhány évre pontosan, hogy mikor született. Igen? Azt azért én erőteljesen kétlem, hogy létezik olyan fennmaradt korabeli feljegyzés, ami Jézus életében készült. Nem olyan a halála nem után. Olyan nem létezik. És még most megvan az eredeti példány. Nem is létezik. 125-ből való az első feljegyzés, magyarán az első évszázadon belül, és onnantól kezdve már egyre több van. De azt akarom mondani, hogy semmi. Jó, de hát a 125-ből volt, és Jézus mikor halt meg? Tegyük föl, 30-ban? 40? Tehát eltelt... 100 év. Nagyjából körülbelül 100 év. Azért ezt korabelinek nevezni erőteljes túlzás? Hát az első századon belül, szóval az relatíve ugyanaz. De jó, én csak azt akarom mondani, az volt az... 1848-ban, csak 1948-ban lenne feljegyzésünk, tehát azt azért korabelinek nevezni erőteljes túlzás. Igen, de az nem fair összehasonlít az 1848-as forradalmat, ami már ugye a nyomtatógép meg egy évszázad ezelőtt volt, szóval azt nem lehet összehasonlítani a kettőt. Én azt akarom mondani, hogy erről az írásról, amiről én beszélek, több ezer kézirat van az első 3-4 évszázadon belülről, míg az összes többiről, amit te mondtál, vagy az egész történelem tanít az ókorról, akkor kezdenek el felmerülni az írások. 5-6-7 évszázaddal az esemény után mégis elfogadjuk, mint kéz tény az egészet, míg a Bibliára azt mondjuk, hogy ez az egész csak egy mese. Miközben ott van végtelen szemtanú beszámolója, bizonyságtevése, stb. Hát az, hogy nagy számú írás van Jézusról, ez szerintem mindössze annyit bizonyít, hogy Jézus története rendkívül népszerű volt. Sőt, meg merem kockáztatni, hogy talán minden idők legnépszerűbb története. Ami önmagában tehát furcsa, nem? Nem jelenti azt, hogy az. Tehát szerintem kiírta, én nem tudom, azt hiszem az egyik nagyon népszerű könyv volt, az Elfújta a szél, vagy nem tudom, Harry Potter. A Harry Pottert valószínűleg több ember olvasta, mint Darwin a fajok eredetét. De ebből nem következik az, hogy ami a Harry Potterben áll, az igaz, amiről pedig Darwin írt, az pedig nem igaz. Az tehát nem. A mennyiség az nem lesz valamit igazzá. Az nem következik. Önmagában az nem következne, de most már ezen túlléphetünk szerintem, mert azt hiszem, hogy én kifejtettem, amit akartam. Én mindössze annyit, tehát hogyha össze akarom foglalni, valami ilyesmi rajzolódott ki a fejemben ebből, hogy a tudomány is tévedhet, nem mindig igaz, léteznek torzítások, hazugságok, stb. Na de hát előbb-utóbb lebuktak, különben nem olvastat volna föl ezt a cikket. Előbb-utóbb, de a jelenben is ez folyamatosan megy, ami azt jelenti, hogy szándékosan hazugságokat tanítanak nekünk, míg a hittanon nem szándékosan. A hittanon az emberek legalább elhiszik, ez meg szándékos hazugság. Ez két külön dolog, mind a történelemmel kapcsolatban, mind az orvostudománnyal kapcsolatban. De azt írja itt egy másik cikkben, és ez az utolsó, nem foglak ezzel fárasztani, ez a nature.com weboldal, a legnagyobb természettudományos weboldal az interneten talán. Az élettudományi tanulmányokban, például az ökológiai és evolúciós tanulmányokban csak ritkán számolnak be, ez a vakítás, ugye ez a vak kísérlet, mikor a ki összehasonlítgatja, stb. A vakítással és a vak nem vak módszerek eredményeit ritkán hasonlították össze. Ezen a területen.
az ökológiai és környezettudományokban a kvantitatív kutatási szintézisek egyre szélesebb körű alkalmazása különösen súlyossá teszi az empirikus tanulmányokban előforduló torzítások következményeit. Mivel a metaanalízisekben ezek kombinálva halmozzák és általánosítják a szóval, ez mindez élettudományról van szó. A konklúziója ennek az, most már mindenki megnézi, akit érdekel ez, meg megérti, az élettudományi ismeretek valószínűleg jelentősen torzítottak, és a kutatást befolyásoló kognitív torzítások elleni küzdelmet, célzó intézkedéseket sürgősen ki kell dolgozni. Ez élettudományról írja a Nature.com, hogy az ismeretek valószínűleg jelentősen torzítottak. Általánosságában beszél. Nem arról szól, hogy néhány helyen. Általánosságában beszél az élettudományról. Szóval most már átérhetünk akár az élettudományra is, hogy abban is ez ugyanez megy, mint az összes többi helyen. Egyre kevésbé értem, hogy miről beszélünk tulajdon. Nézd, én azt nem kétlem. Én azt akarom ezzel az egésszel demonstrálni, hogy azt állítod a hitoktatásról, hogy az erkölcstelen. Miközben az erkölcstelen lehet. Miközben a hit, mindenki, aki ott részt vesz, az elhiszi 100%-ig, legalábbis a többsége az, hogy amiről beszél, az úgy van, míg ezeken a tudomány területeken, amiket megnéztünk eddig, most az élettudományt legutóbb, előtte az orvostudományt, a történelmet, meg a filozófiát, szándékos torzítások vannak, szóval szándékosan téves ismereteket osztanak meg. Én ezt akarom mondani, hogy az oktatás maga szándékos hazugság, nem véletlen hazugság. Legalábbis egy jelentős rész. Ezt én még mindig, tehát a kognitív torzításból, hogy lesz hazugság, ezt ha itt lőnek le, akkor sem értem. Hát a kognitív torzítás az azt jelenti, hogy az egy hazugság. Nem, az tévedés. Azért torzítás. Tehát van egy megerősítési torzítás, meg ilyet. De azt tanítják, ami nem igaz. Nem? Mert a torzítás azt jelenti, hogy nem igaz. Magyarul hazugság. De hazudni meg tévedni nem ugyanaz. Abban remélem azért egyetértünk. De attól még egy hazugságot tanítanak. De a tévedés nem tudom miért nevezett hazugság. De hogy, akkor ez is erkölcstelen? A jó hiszemű tévedés az nem, az miért lenne erkölcstelen? Tehát a hittudomány nem. A hit, nem, magyarul a hitoktatás. Nem a megtévedés. Tehát ha nem az a célom, hogy megtévesz, tehát ha tévedek, akkor nem tévesztek meg más szándékosan. Hiszen én azt gondolom, hogy amit mondok, az igaz. Akkor a hitoktatás az nem erkölcstelen, demonstrálta. Amennyiben nyilván, ha igaz, amit a hitoktatáson tanítanak, akkor nyilván nem is lehet az, meg amennyiben a hitoktató tényleg elhiszi azt, hogy igaz, amit ő hitoktat. Tehát ezt már mondtam, akkor valóban nem erkölcs. Oké, hát akkor fel, megbeszélt. De azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy van aki, tehát egy épelmélyű ember szerintem azért kételkedik. És szerintem azért egy hitoktatónak azért, ha épelmélyű, csak el kell gondolkodni azon, hogy oké, de azért vannak olyan emberek, akik ezt nem hiszik el. Mit? És akkor mégis mi szól a mellett, hogy amit én mondok, az igaz. És akkor általában itt vagy rossz érvek vannak, vagy érthetetlen dolgok, hogy ezért nevezzük hitnek. Na bum, és ha hitnek nevezzük, azért miért higgyem el? Mi az, ami hihetővé teszi? Tehát szerintem a jó érveket nem lehet megkerülni. Kérdés, hogy mi az, ami jó érv? Mert úgy tűnik, hogy jó érv az, amit tudományosan bizonyított. Mondjuk. De hát legyen. Milyen tudomány bizonyítja, hogyha az ilyen? Szóval minek, ennyit tudunk. De minek, akkor minek, de miért támaszkodnék arra, ami ugyanúgy helytelen? Mert nem helytelen.
Hát de most néztük meg, hogy mindenhol mindenféle torzítások, meg tévedések, meg a bánat tudja, mik vannak. Szóval minek ebből higgyem nem következik el? Az, hogy a tudomány, ebből nem következik az, hogy a tudomány hazugság vagy téves. Csak egy része. Csak az, hogy amik még nem, amik nem teljesen jók. Egy része, nem? Egy része. Mármint, egy része nem egy igaz. Része. Nyilván. Melyik része nem igaz? Melyik része nem igaz? Azt mi nem tudhatjuk. Hát akkor melyiket higgyem nem el? Tudom. Akkor melyiket higgyem el, ha nem tudom, hogy melyik része igaz? De tudom, hogy valamelyik része nem igaz. Miért higgyem el azt, hogy egyszer a békából, mit tudom én, milyen csodák folytán, több millió év után lett egy akármi? Nem lehet, hogy az téves? Nem valószínű. De miért nem valószínű? Mit teszi nem valószínű? Erről az evolúció biológusokat kell kérdezni, de amit szerintem a tudományból mindenképpen érdemes elhinnünk, az az, hogy működik. Ami működik. Tehát, hát kivéve ezt a hormon terápiát, mert ez nem működött azoknak, akiknél ugye szívbetegség kockázatát emelte. Mert nekik nem működött. Szóval nem az, hogy nem működik. Akkor nem működik. De azt hiszem, hogy jó, világos. Hát de ebből nem következik az, hogy az autók sem működnek, a repülőgépek sem repülnek, a számítógépek sem számítanak, vagy a lázcsillapító nem viszi le a láza. Kivéve, amikor nem. Hát jó. De azért gondolom, azért... Azért többször hat, mint nem hat. Tehát van placebo, nocebo, stb. Tehát amire úgy általában hétköznapi emberek azt mondjuk rá, hogy tudomány, abban szerintem azért érdemes megbíznunk. Idézem Richard Dawkins, it works, bitches. Működik! Hát kivéve, amikor nem. Hát ő könnyen beszél, mert ugye, ha esetleg éppen szerencséje van, és ebbe a terápiás csoportba nem került bele, akkor megúszza. De ez nem az egyetlen dolog, ami nem működik. A tudomány nem csak, hogy nem működik, hanem rendszeresen nem működik, az orvostudomány például. Szóval akár amekkora bizalmat az emberek fektetnek abba, ahhoz képest igen gyakran ez nem működik. És rendszeresen ráadásul... nem működik. Ja, rendszeresen. Ezen azt értjük, hogy világos, tehát a rendszeresen nem működik, ezzel azt értjük, hogy amikor, én nem tudom, sérv műtéteket végeznek, akkor fertőzésben több ember hal meg, mint épül fel. Nézd, ha hiszed, ha nem, a kórházban szerzett szepszis, vagy vérfertőzés, illetve különböző fertőzések, az egy igen jelentős hányadát teszi ki a kezelt betegségeknek. És a különböző nem, mortalitásoknak. Nem vitatom. Ez a válaszra. De arányok. Mindegy, hogy mi az arány. Tehát, nézd, hogyha te vagy az, vagy a te fiad az, aki pont épp szepszisben elhal, akkor az egy probléma. Ezt én teljes mértékben elfogadom. De mikor mondhatjuk azt, hogy nem működik? Ha nem 100%-os a sikeres műtétek aránya, Vagy akkor, ha 50% alatt van. Tehát azért az arányokat ne hagyjuk már figyelmen kívül. Nézd, én nem a tudomány ellen beszélek, nem is az orvostudomány ellen beszélek. Én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az egyetlen tudomány, beleértve az orvostudomány sem, egy olyan dolog, hogy az hiba nélkül való, és az valamiféle abszolút mércéje lehet az igazságnak. Hát én ezt kétlem, hogy bárki azt mondaná, hogy akár az orvostudomány, vagy bármiféle tudomány az hiba nélkül való, viszont én azt mondom, hogy másra nem tudunk hivatkozni. Hát csak el mert kell hinnünk, is... hogy az jó. Hát nem, mi másra hivatkozunk? A javasasszonyra? Vagy Manci nénire a szomszédból? Vagy ha nem orvosról tudom. Van szó, akkor... az autószerelőre? Tehát nem tehetünk más. Értem. Én mondom, az én, amit akartam demonstrálni ezzel, csak az volt, amit demonstráltam, azt hiszem. Hogy ugyanúgy... Én csak mondom, nem nagyon látom az összefüggést, hogy hazugság, meg erkölcstelenség,
és hogy a tudomány nem tökéletes. Tehát itt nem hát látom már a ezerszer, kettő között. Ezerszer elmagyaráztam, hogy hazugságot tanítanak, hiszen az eredményeket meghamisítják szándékosan, mint ahogy ezt az előbb megnéztük, és az erkölcsre... De nem az összesen. Nem is kell az összesen. Nem az összesen. Nem is kell. A Biblia se az összes hazugság, nem? A Biblia se az összes hazugság szerinted, gondolom elhiszed, hogy éltek emberek akkor, meg jöttek, mentek, meg érted? Abból is csak bizonyos dolgokat kifogásolsz, nem az egészet. A többit meg elhiszed. Így van. Mint ahogy a tudományban is van ez. Bizonyos dolgok. Hazugságok, bizonyos dolgok. Szóval ugyanott vagyunk, ezt akartam demonstrálni mindvégig. Nem vagyunk ugyanott. Nem. A tudomány nem állítja azt, hogy csodák történt. Tessék? A tudomány nem állítja azt, hogy csodák történnek, és abban kell hinnünk, hogy csodák történnek, mert egyszer valaki valamikor régen leírta azt. Technikailag, ha azt mondja neked, hogy te elmész mammográfiára, és ő megállapítja neked azt, hogy te neked van mellrákod, az egy csoda, nem? Miért lenne csoda? Nem az? Hogy csak beülsz egy gép elé, és akkor puf, megmondják? Az egy csodálatos dolog, hogy nekünk van ilyen technológiánk. 50 évvel ezelőtt azt gondolták volna az emberek, hogy ez valami másik dimenzió. Szóval az egy csodálatos dolog. De hát akkor most mi számít csodának? Tehát nem. Ez nem csodálatos dolog, csak egyszerűen olyan fejlett a technikánk. Tehát ez itt a természeti törvényeket nem sérti meg az, hogy egy géppel ki lehet mutatni a mellrákot. Ja. Itt nevezünk csodának. Itt most a csodát... Definiáljuk. Természet feletti csodáról van szó, értem? Természet feletti dolog. Csodának nevezünk, és akkor így mossuk össze a dolgokat, azt ne tegyük. Aha. Jó, mehetünk tovább, szerintem az első részt ezt halára beszéltük. Én mondom, tehát ha össze akarom foglalni, jó hiszemű tévedés, a jóhiszemű tévedésről van szó a hitoktatáson, és különben is elképzelhető az, hogy valakinek az érdekében hazudunk, akkor ebben az esetben ez nem kifogásolhat. Nem biztos, hogy erkölcstelen. Oké, mehetünk. Irracionális hiedelmeket erőltetni gyerekekre erkölcstelen. Ezt hagynám a végére. Jó. Gyerekekben alaptalan félelmet kelteni erkölcsre. No igen, itt talán odaírtam, hogy ez a... Várjál, most mondja. Oké, tehát ez talán odaírtam zárójelben, hogy ez nem biztos, hogy igaz a judaizmusra, mert úgy tudom, hogy a zsidó vallásban nincsen pokol. Tehát itt az alaptalan félelem például, én nem tudom, feltételezem van zsidó hittanóra, tehát arra ez szerintem nem áll, amennyiben nem tanítanak valami olyasmit, hogy ha nem vagy jó zsidó, akkor a pokolba fogsz kerülni, de úgy tudom, hogy nem ez a helyzet. Viszont ugye a kereszténységnek része a kárhozattana, az iszlámnak része a kárhozattana, én nem tudom, a Krisna tudatban is van ilyesmi, hogyha... De mi van akkor, hogyha ez az igazság? Mi van akkor, hogyha ez az igazság? Akkor nincsen igaza. Csak hát ugye, akkor... Mi az, hogy alaptalan? Tehát, de létezik a második, létezik a kárhozat, létezik a második halál, a pusztulás, a tűztava, ezek mind bibliai tények? Igen, van, aki szerint létezik, de hát ugye ezt még eddig senkinek nem sikerült bizonyítania. No már most. Hát attól függ, mit veszünk bizonyítéknak, ugye? Nem ment senki oda, az fényképezte le. Hát erről van szó, tehát pontosan. Tehát a kérdés az, hogy lehet-e bizonyítani. Amennyiben nem lehet, akkor pedig ott tartunk, hogy nincsen bizonyítva. Az nem jelenti azt, hogy ez alaptalan. Hát épp ezért, mert nincsen bizonyítva. De a Bibliában van rá bizonyíték. Ja, persze, a piroska és a farkasban pedig arra van bizonyíték, hogy a farkas beszélgetett a piroskával, a nagy kalap. Hát azért ez nem ugyanaz azért a kettő. Azért nem senki nem gondol, vagy legalábbis szerintem senki, aki komolyan foglalkozott a történelemmel, még csak fel sem merül benne, hogy a piroska és a farkashoz hasonlítsa a Bibliát. Hát... Nem tudom, tehát én a bibliai történeteket tanmeséknek el tudom fogadni, de,
De mondom, bizonyítani kellene, hogy amit... Hogy létezik kell. Hogyan? Nem tudom. Ezt rábízom azokra, akik azt mondják, hogy ez igaz. De mégis szerinted mi módon lehetne bizonyítani, hogy létezik kárhoz? Szerinted most így gondolsz? Sehogy. Reménytelen feladat. Nem lehet. Nem, szerintem nem lehetséges. És az se lehet akkor bizonyítani, hogy a nap fel fog fújódni majd egyszer, és akkor ilyen óriás gázgömb lesz, az felégeti a földet. Mint ahogy... Pillanat, mert lemerül a telefon. Egy pillanat. Szóval azt se lehet bizonyítani, hogy az egész világegyetem 14 milliárd évvel ezelőtt a semmiből keletkezett, mégis ez egyfajta tudományos konszenzus. Erre sincs semmilyen bizonyíték. Vagy van? Közbologusok, tehát én nem értek a fizikához, meg végképp nem igazodom ki azokon a számításokon, amit az ezzel foglalkozó szakemberek. Tehát a létezik olyan tudományág, szerintem a fizikához tartozik, hogy kozmológia, nem tehetünk mást, amiben az ezzel foglalkozók egyetértenek, azt van okunk elfogadni, amiben nem, azt nincs. Jobbat én nem tudom. De ez nem teszi igazán azt, hogy létezik kárhozat, még ha tévedek akkor. Azt nem teszi igazzá, de azt igazzá teszi, hogy az emberek mégis elfogadják, miközben ahhoz hasonló mese. Hisz a hát semmiből... szerinted... Nem, úgy, sőt, még lehet, hogy durvább mese, mert ugye itt a semmiből keletkezik minden, ami ugyanilyen nem létezik. Legalábbis senki nem látott még olyat, hogy a semmiből lett valami. Semmiből lett valami, nincsen értelme. Ez szerintem egy értelmetlen... Hát de ez az elmélet, hogy volt egy pontba volt minden, és akkor a pont felrobbant, és abból lett minden. Miközben ilyen nem létezik ilyen dolog a világon. Mint ahogy olyan hát se... Szerinted... Hát de mi a bizonyíték rá, hogy... Szerinted ez egy állítás, tehát ahhoz, hogy ezt elfogadjuk, ahhoz neked fizikai tanulmányokat kéne folytatni, megérteni azt, hogy miért mondják ezt, és rá kéne mutatni a hibákra. Azt, hogy csak azt mondod, hogy hát, ezt csak de ők nem kitalálták. Nem kell, mivel van számos ember, aki nem ért ezzel egyet. Mégis ez az általánosan elfogadott elmélet. Szóval nekem nem kell tudni, hát én nekem csak meg kell találni azt, akik nem értenek ezzel egyet. Akiknek van egy alternatív vélemény erre. Jó, de hát a kérdés az, hogy ezeket az alternatív véleményeket van-e okunk komolyan venni. Tehát itt kénytelenek vagyunk a szakemberekre hivatkozni, mert itt olyan megfigyelésekről, meg olyan számításokról van szó, ami nem mindenki számára hozzáférhető, illetve érthető. Nézd, ha azok ugyanolyan számítások, mint akik a hormon akármit kiszámították, vagy az élettudományt, vagy a történelmet, vagy a mammográfiát, akkor az mi okom van nekem arra, hogy én bízzak abban? Nem tehetünk mást. De akkor magyarul el kell, hogy higgyem. Mivel ez egy olyan dolognak a része, ami működik. Tehát már mi? Itt nem hitről. A nagy, a Big Bang hát, elmélet? Úgy általában tudományt nevezünk. Tehát azt senki nem vitatja, hogyha ha fogok egy követ és leejtem, akkor az a kő le fog esni. Hát most sem is arról volt szó. Ugye az, hogy miért, világos, esik, de, az, hogy miért esik le, az egy másik kérdés, de igen. Világos, de minden esetre ezt meg tudjuk figyelni, hogy ez így van. Amit úgy nevezünk, hogy fizika, az erre magyarázatot ad. De a Big Bang-et nem tudjuk megfigyelni. Hát az persze, hogy nem tudjuk megfigyelni, hiszen x milliárd évvel ezelőtt volt. Hát volt, az ha volt. Ez... Tessék? Volt, ha volt. Mert ugye senki nem látta. Így van, meg pontosan. Meg azóta se látott senki olyat soha. Így van, pontosan. Tehát hát itt arról van szó, hogy jelenleg aki foglalkozik ezzel, és ért hozzá, ennyit tud. Magyarul egy csoda történt 14 milliárd évvel ezelőtt. Egy olyan csoda, ami azóta sem történt még soha. De megint itt a csoda szó önkényes használatáról van, kérem szépen szó. Hát de nem, egy természet fölötti dolog történt, még a semmivel. Csoda, tehát csoda történt. Nem. Így nem tudjuk pontosan, hogyan keletkezett a világ, vannak elképzelések rá. Ezek közül úgy tudom, hogy a legnépszerűbb a Big Bang, de mondom, erről fölösleges beszélünk, mert egyikünk sem fizikus.
Tehát azért kritizálni valamit, mert nem értjük, az szerintem nem arról van szó, hogy nem értjük, arról van szó, hogy van számos egymással vetékedő elgondolás. Ennek ellenére az emberek mégis hiszik az egyiket vagy a másikat, olyan emberek, akik nem értenek hozzá, mint te vagy én. Szóval elhiszed azt a dolgot, amire nincs bizonyítékod. Nem, nem, nem. Én azt hiszem el, hogy a fizikusok többsége szerint a világ úgy keletkezett, amit úgy általában Big Bangnek nevezünk. Ezt hiszem el. Hiszen az adatok ezt mutatják. Tehát nem látom azt a mit tudom én, az interneten, vagy újságokban, vagy bárhol, ahonnan az ember, hogy igen, fizikusok egy csoportja szerint szó sem volt arról, hogy a világegyetem egyszer és ekkor és ekkor keletkezett, hanem nem, a világ az múlt csütörtökön keletkezett, vagy a világot, én nem tudom, Jahve hozta létre. Hírről nem tudom. Ez ugyanolyan hihető, mint az, hogy a semmiből lett minden. Hát, Jahve létrehozta a semmiből. Nem, én csak azt fogadom el. Én abban hiszek. Ezt mondod, csak világos, én ezt sok milliárd ember mondja, hogy ez így van. Hát, sok milliárd ember van, aki nem ért a fizikához. Nem kell, hogy értsek a fizikához. Nincs szükségem. Ha a fizikát bírálod, akkor nem kell érteni a fizikához? Nem azt mondom, most arról van szó, hogy Jahve teremtette a világot. Ahhoz, hogy én azt elfogadjam, ahhoz nem kell hinnem a fizikában. Mint ahogy sok milliárd ember nem hisz, vagy nem fogadja el azt, amit a fizika mond. Hanem ők azt mondják, hogy Jahve teremtette 6000 évvel ezelőtt. Világos, ehhez mindenkinek joga van. Ez egyfajta, egyfajta bizonyság. Csak ez nem... Igen, tehát szerintem a butaságra. Nem feltétlen. Mert butaság az is, ugye, hogy elhinni mindazt, amit a tudomány állít, tudván, hogy számos dolog van már most bebizonyosodott, ami nem igaz abból, amit állít. Ennek ellenére mégis elfogadod, mint igazságot, úgyhogy tudod, hogy nem minden igaz, mert van, amiben tévedünk. És mégis elfogadod. És bírálsz engem, hogy én nem fogadom el, miközben te elfogadsz olyat, amiről tudod, hogy van benne tévedés, de azt sem tudod, hogy melyik az. Nem erről van szó. Nem erről van szó. Nem erről van szó. Amit mondtam, én azt fogadom el, hogy ha a Big Bangről beszélünk, hogy a fizikusok többsége szerint, akik ezzel foglalkoznak és értenek hozzá, ez a legvalószínűbb, hogy így keletkezett a világ, hogy mit tudom én, egy szingularitásnak nevezett pontból x milliárd évvel ezelőtt. Én azt fogadom el, hogy ennyit tudunk, mert ez egy olyan dolog, ami szakértelmet kíván, adatokra van hozzá szükség, a világegyetemet meg kell figyelni hozzá, én nem tudom, vörös eltolódás meg. De lehet, hogy ez változni fog, nem? Ez benne van, hogy ez meg fog változni, mikor jobb műszereink lesznek, könnyen lehet, hogy más megállapításra jutnak. Ez bizony benne van a pakliban, így van. Ez lehetséges. Erről beszéltem. Erről beszélek. Hogy a világot... Elfogadsz dolgokat, amikről nem tudod, hogy tények. Tehát arról azért szerintem csak, azért azt csak tekinthetjük ténynek, hogy semmi nyoma nincs annak, hogy a fizikában, fizikához értő emberek többsége azt fogadná el, hogy Jahve teremtette a világot. Ha te találsz nekem ilyen cikket, akkor megváltoztatom a véleményem. De nem kell, hogy találjak, mivel azt, amit állítanak, most állapítottuk meg, hogy az sem biztos, hogy úgy van. Szóval minek keresném azoknak a bizonyítékait, akik ők maguk sem biztosak a legtöbb dologban, vagy számos dologban. Miért? Én csak azt mondom, hogy minek van szükség tudományra akkor, hogy igazoljam, hogy igazam van, ha tudjuk, hogy a tudomány számos alkalommal téved. Ezt mondom. Ezt mert próbáltam mindvégig magyarázni. De van. Mert nincs lehetőség. Hát én csak hiszek nincs akkor. Nincs más lehetőség, ami működik. Én inkább hiszek. Tehát én még olyan nem hallottam, hogyha egy autóban kifogy a benzin, akkor valaki elmormol egy... Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok
Infobubble, illetve Yahoo útja néven TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Mondhatod. Tehát olyanról még nem hallottunk, nincs benne a hírekben, meg azért szenzáció. Nélkül. Ez igazolná az, hogy a tudomány megbízhatatlan. Nem lenne szükség, ha imával működnének az autók, de benzinnel ne. De, vagy ha nem tudom, egy rákot nem lehetne megműteni, de jönne a csodadoktor, és én nem tudom, kecskét áldoz Zeusnak, és akkor a rák az visszafejlődik. Azt én hihetem, nem, hogy a terápiának a működését azt Isten befolyásolja? Persze, hogy hiheted, de ez most hogy kerül ide? Úgy, azért, mert igen, mindjárt magyarázom. Azt állítod, hogy nem attól, hogy gyógyul meg az ember, hogy hisz, hanem attól, hogy az orvos megműti. Ugye ez volt az állítás lényege, jól értem? Nem, egyáltalán. Oké, akkor félreértettem. Nem. Én azt mondom, hogy akkor mondhatnánk azt, hogy a tudomány megbízhatatlan, és a hit viszont megbízható, ha jóval nagyobb arányban fordulnának elő olyan események, amelyeket nem lehet megmagyarázni tudománnyal, viszont a hittel igen. És erre hoztam példának azt, hogy ha például nagy számban fordulna elő az, hogy az autóban kifogy a benzin, akkor imád kell mondani, és akkor benzin nélkül is megy az autó. Én egy ilyen esetről sem tudom. Visszatérve az ősrobbanáshoz, ahhoz, hogy ezt elfogadjuk, hogy valószínűbb az, hogy Jakve teremtette a világot, mint hogy az, hogy egy, én nem tudom, egy végtelenül kicsi és forró pontból jött létre, ahhoz azt a teljesen abszurd feltételezést kéne elfogadnunk, hogy az ókori emberek, akik leírták a teremtés történetet, azok többet tudtak a világról, mint a mai fizikusok. Szerintem már maga a feltételezés is nevetség. Hát szerintem is, mégis csak más okból. Csak fordítva, mint ahogy te gondolod. Nézd, te összetéveszted a technológiai fejlettséget, meg az ismeretet a világ megértésével. Te azt gondolod, hogy azért, mert ismereted van, vagy azért, mert összegyűjtöttünk valamennyi mennyiségű ismeretet, mi jobban ismerjük a világot, mint az az ember, aki benne élt abban. Ez vitathatatlan tény. Nem, semmi nyoma annak, hogy az ókori ember tudott volna arról, hogy létezik proton, elektron. Nem kellett, hogy tudjon róla. Nem kell, hogy tudjál arról, hogy létezik proton, hogy megismerd a világot, és annak a működését. Világnak egy részét valóban megismerhetem anélkül, hogy létezik proton, meg elektron. Szerintem káros az, hogy az embereket kivesszük a természetből, mert a természet tanítana minket Isten létezésére, ahogyan azt a Biblia mondja. És azért olyan egyszerű az embereket félrevezetni, mert nincsen kapcsolatuk a természettel. Szóval azért, mert ismered a protont, meg tudod, hogy a villámlásnak mi a mechanizmusa, azt gondolod, hogy te többet tudsz a téged körülvevő világról, mint az, aki benne élt abban. Igaz? Ezt gondolom, ez tény. Tehát ez aki tény, nem tudja, szerinted? Hogy proton, attól függ, hát, hogy mi az, ami, tudja, attól függ, proton, hogy mi az, ami... Többet a világról, mint aki tudja, hogy van proton körül. Nem. Attól függ, hogy mi az, amit te ismeretként jobban értékelsz. Te jobban értékeled ezt a fiktív tudást, miközben van gyakorlati tapasztalat, ami szintén ismeret. Aki benne él a világban, aki minden nap ott vándorolt azokkal az állatokkal egész életében, sokkal több gyakorlati tapasztalata volt arról, hogy hogyan működik a világ. Jobban értette, hogy mikor formálódik a felhő, mikor esik az eső, mikor van villámlás, mikor nő a fű, miért teremez itt, miért teremez ott, mikor fial ilyet, mikor fial hányat. Amiről neked fogalmat sincs, te csak azt hiszed, hogy tudod, hogy a proton így köröz, meg az elektron. Ismereteknek van különböző fajtája. Én erről beszéltem. Ez így van. De azért, mert valaki, én nem tudom, jobban értett a birkákhoz, meg a kecskékhez, hát ezért abból ezt kikövetkeztetni, az hogy ezért ismere. Az jobban tudom, hogy hogyan következett a világ, mint a mai fizikusok, hát elég meredeknek tűnik. De én azt mondtam, hogy jobban tudja, hogy hogyan keletkezett a világ.
Én azt mondtam... Hát akkor meg miért kéne az ő ismereteit előnyben részesítenünk a fizikusokéval szemben? Még csak nem is azt mondtam, hogy előnyben kéne részesíteni. Én arra próbáltam rávilágítani, hogy vannak különböző fajtája az ismereteknek. És nekik sokkal több... Jó, de te azt mondtad, hogy te azt fogadod el, hogy a világot Jahve teremtette, nem pedig azt, amit a fizikusok állítanak. Hát de te hoztad fel aztán azt, hogy azok az emberek nem tudtak semmit a világról, vagy mit tudom én, miről volt szó. Azt nem mondtam, hogy semmit, csak jóval kevesebbet. Tehát a mai emberekhez képest egyértelműen nyugodt, én szerintem nyugodtan nevezhetjük. A mai ember azt hiszi, hogy a tej zacskóba terem, meg a tojás az a földbe van. Szóval nem tudom, hogy melyik mai emberre gondolt. Arra a mai ember, aki a TikTokon van rajta, az a saját nevét nem tudja kimondani? Arra az emberre gondolsz? Az átlag magyar emberre például? Akinek semmi kapcsolata nincs a való... Azt mondta, azt akarod mondani, hogy az átlag mai magyar ember többet tud a világról, mint az az ember, aki benne élt a világban úgy, hogy tanulja ezeket a hazugságokat, amiket az első órán keresztül megbeszéltünk. Mi az a része, amit tanulsz, ami igaz? Nem is tudod, hogy mi az igazság abból, amit megtanultál. Ha lelőnek, akkor sem értem, hogy mire akarsz kiukadni. Nézd, ezt én nem kétlem. Hazugság, de ami nem hazugság, tehát... Nézd, nem tudom, hogy mi az, ami nem világos ebben, de elmondom még egyszer. Az első órát arra szántuk rá, hogy megbeszéljük, hogy abban, amit a tudomány állít, van számos torzítás, meg tévedés. Magyarul a tudomány egy része nem igaz. Ebből világosan nem következik, amit mondok, hogy az, aki nem tanul, az ugyanúgy eljuthat, sőt, még lehet, hogy több esélyem, hogy eljusson az igazsága, mert az legalább a valóságot megfigyeli maga körül, és a saját empirikus tapasztalataiból jut el egy következtetésre. Nem igen, olyan dolgokat tanul, aminek egy része hazugság. Micsoda? De azt, hogy a világ keletkezett, azt mégis szerinted egy mezőről, a birkák közül, hogy a rettenetbe lehet megfigyelni? Hogy a világ hogyan keletkezett? Én nem csak erre gondolok, én a világ megismeréséről hát, beszélek. Jó, de... Nézd, ugyanúgy nem tudjuk hát a világ, most se, hogy a világ hogyan keletkezett, hisz van néhány versengő elmélet, szóval biztosat nem tudunk, hogy hogy keletkezett. Szóval ugyanott vagyunk, mint ő. Világos. Jó, de ugyanis most a vallást, arról beszélünk, hogy a vallás igaz-e, és hogy hogyan lehet eldönteni, hogy igaz-e. Na. Hogy? Ugyanúgy nem tudjuk, mint ahogy ők, hisz van egy csomó elmélet, válasz magának mindenki egy szimpatikus, az szerinte az van. Hát az összes vallás egyszerre nem lehet igaz, ezt azért remélem ebben egyetértek. Hogy tehát az nem igaz, hogy van is Szentlélek, meg nincs is. Abszolút, tehát ebbe igazad van. Jó, tehát eleve a vallással az, hogy ilyen gond biztos van, tehát hogy az nem lehet... hogy az összes vallás egyszerre igaz. A vallási pluralizmus az egy probléma, ez abszolút igaz. Ez kétségtelen. Jó, tehát... Hogy igazodsz el azon, az egy másik kérdés, de igen. Jó, nagyszerű. Tehát, tehát egyelőre még mindig nem világos számomra, de ez mondjuk nem függ össze a hittannal, hogy miért kéne elhinnünk azt, hogy a világot Jahve teremtette, amikor azok ezek, akik ezeket leírták, egyszerűen nem rendelkeztek azokkal az eszközökkel, meg azzal a tudással, ami szükséges ahhoz, hogy ezt megállapíthassuk. Ők csak... Nekik nem kellett rendelkezni semmilyen eszközzel, mert Jahve elmondta nekik, hogy keletkezett a világ, ők meg csak leírták. És a természet így van, a természet rendezettsége demonstrálja, hogy ő létezik. Hogy minden megy ebben a rendezett... Ne rohanjunk előre. Tehát te azt állítod, hogy Jahve elmondta a Biblia szerzőinek, hogy hogyan keletkezett a világ. Hát nem csak elmondta, hanem számos különböző mechanizmuson keresztül, de megmutatta nekik, maradjunk abban. Jó, oké. Ezt tudod bizonyítani? Hát többek közt a természet rendezettségével ezt könnyen el lehet jutni erre, hogy véletlenszerűen nem alakul ki semmilyen komplexitás, mint ami a természetben látható. Legalábbis még szerintem senki nem találkozott azzal, hogy valamik csak véletlenül ott így összeállnak ilyen rendezettségben.
anélkül, hogy bárki mozgatná azt a háttérbe. Nem, szerinted miért következik az, hogy pont Jahve volt az, aki létrehozta a világot? Miért hogy, nem lehetett egy másik? Hogy miért nem lehetett egy másik? Legyen egy másik. Igen. Legyen egy másik. Tök tehát minden. Akkor miért Jahvét fogadod el? De legyen egy másik. Én csak azt mondom, hogy kell, hogy legyen egy intelligens mozgató a univerzum maga. A rendezettség révén. Szóval nem alakul ki semmi, egy robbanás következtében sose látott senki, hogy kialakul egy olyan komplex ökoszisztéma, mint az, amiben mi élünk. Hát azt én előteljesen kétlem, hogy bárki azt mondja, hogy a robbanás miatt alakult ki a technikailag a amiatt, mert az ősrobbanás következménye ez, szóval egy robbanás következtében kialakult ez itt néhány milliárd évvel később. Na? Igen, azt mondja, most a következtében úgy tűnik, hogy eléggé homályban maradt. Eltűnt 14 milliárd évvel később az a következményének számít, nem? Várjál? Tekintjük akkor nyilván, de hát... Hát ezt úgy hívják, nem? Ami utána van az eseménynek, és egy az egyben annak a következménye, az, hogy az okozza, az annak a következménye. Egy az egyben, tehát... Sokallom a homályos kifejezés. Lehet, hogy sokallod, de most ha elüt egy autó 20 év múlva, hogyha azt kérdezi valaki, hogy ez a... Nem mondom, azt mondom, hogy ez annak a balesetnek a következménye. De hát az 20 évvel ezelőtt volt, és? Jó, de hát ha elütött egy autó, akkor azért azt csak nem mondom azt, hogy ez annak a következménye, hogy én nem tudom. Egyszer valaki feltalálta az autót. Tehát, na, de ez nem is az. Meddig vezetjük vissza az autókat, hogy azt mondjuk, hogy következménye. Tehát, na. Ez elvesztettem a fonalat. Milyen csodáról beszélünk egyáltalán? Még egyszer? Ja, arról beszéltem, én azt mondtam, hogy a világegyetem komplexitása, különösen, mert világegyetemről nem is beszélek, mert az egy külön téma a kozmológia, inkább csak koncentrálnék az életre, meg a földi élet összetettsége, meg rendezettsége főleg, az demonstrálja, hogy létezik emögött egy intelligens elme, aki mindezt mozgásba hozta és fenntartja azt, mert semmi körülöttünk nincs olyan, ami ilyen összetett, rendezett, ami csak magától működne, vagy létrejött volna. Értem, teleológiai érv, ha jól tudom, az ennek a neve. Jó, de ez hogy függ össze a kárhozattanával? Hát nézd már, kárhozattanáról elcsúsztunk egy fél órája, de visszamehetünk oda, csak most ez volt a téma, gondoltam, erre válaszolok, hogy miért hiszem el az, hogy egy Isten az, aki mögötte van. Most, hogy az Visnyú vagy Jáve, tök mindegy. Maradjunk abban, hogy úgy általában... Jó, azért gondolom azt, hogy ez közömbös, mert még ha elfogadjuk azt, hogy a világegyetemet valaki létrehozta, abból egyszerűen nem következik az, hogy aki létrehozta, az a poklot is létrehozta. Tehát az alaptalan félelemkeltés még akkor is megáll, történetesen egy olyan Isten, vagy egy olyan Isten hozta létre a világot, akit nem érdekel, hogy hisznek-e benne. Nem, mert hogyha én elfogadom, hogy Jahve hozta létre ezt a világot, mint ahogy elfogadom úgy, ahogy a Bibliában, akkor elfogadom az összes többi dolgot, amit ott mondott, meg csinált. Akkor viszont igazolnod kellene valahogy azt, hogy ebből, hogy a világegyetem ennyire megtervezettnek tűnik, ebből az következik, hogy a világot pont Jahve hozta létre, nem pedig valamilyen másféle Isten. Ne, tudod ezt bizonyítani? Bizonyítani? Hogy érted? Valami matematikai képlettel? Én nem tudom, rád bízom valahogyan. Hogy ő teremtette ezt? Az egész világot. Hát igen, jaj. Tehát, hogy valahogy az összefüggése rá kéne mutatni, az, hogy a világ ilyen, hogy ebből az következik, hogy egy olyan Isten hozta létre, aki a poklot is létrehoz. Hát nézd, ez a világkép, amit a Biblia felvázol, ez koherens azon a világon belül. Jó, de engem most nem hiszem, hogy koherens, hanem hogy igaz. Hogy igaz. Tehát én, hogy is mondjam, tehát erre mondjuk azt, hogy non sequitur, tehát tegyük föl, hogy igaz az, hogy a világot valaki létrehozta. De ebből én nem látom azt, hogy miért következik az, hogy pont egy olyan Isten hozta létre a világot, aki poklot is teremtett, és különböző dolgok miatt egyes embereket a haláluk után oda.
És ha ezt nem sikerül bizonyítani, a félelemkelt is megáll. Igazad van. Igazad van. De ha én elhiszem, és ezt tanítom, akkor számomra nem alaptalan az. Most az, hogy nincs rá kézzelfogható bizonyítékom, érted, ez nem olyan terület az egészen. Nem kell, hogy legyen kézzelfogható bizonyíték mellesleg. Nem csak, és ezt próbáltam elmagyarázni egy korábbi beszélgetésben is, persze nem neked, de nem csak az analitikus gondolkodás létezik, nem csak az a bizonyíték, amit én tudok mérni eszközökkel, vagy tapasztalok. Létezik intuitív gondolkodás, és az ugyanúgy bizonyító erejű lehet. Mondod te, de ezzel én nem tudok egyetérteni. Jó, rendben, majd... egyébként, aha. Na, visszatérve... Nem, azt nem tudom bizonyítani, abban igazad van. Azt nem tudom bizonyítani, hogy pont ez az Isten teremtette, legalábbis most ezen a ponton nem jut eszembe olyan érv, amivel tudnék érvelni. Szóval ez fel. Rendben, akkor viszont mondom, tehát amennyiben a hitoktató tényleg el, én úgy vélem, tehát de azt már megbeszéltük az előzőnél, szóval már azt most nem akarom itt felhozni újra érvként, mert... Ezt ugyanúgy érvényesnek gondolom erre is. Tehát, hogy amennyiben a hitoktató jóhiszemű tévedésben van, akkor nyilván ez az erkölcstelenség vágya azért szerintem sem áll meg. Mert hát nem tekintjük... Hát hogy nem tud róla, szóval világos. Ja, de akkor is azért az erkölcsi kifogásolhatóság azért megmarad, mert egyszerűen azért, hogy többfajta vallás létezik, és azért kétlem, hogy egy hitoktató ne lenne tisztában azzal, hogy nem mindenki hiszi el azt, amit ő tanít. Tehát mindenképpen problémás. Most ugye különbséget kell tenni hittan meg hittan közt, mert ugye van általános hittan meg keresztény hittan, szóval taníthatnak általános hittant, ahol a vallásokkal megismertetik, és akkor ott ugye arra nem érvényes ez a dolog, de a keresztény... Teljes mértékben egyetértünk. De jaj. Keresztény... Ezért is hoztunk elég. Aha. Mert ugye a vallás, amúgy sem a hittan arról szól, hogy valakit rábeszéljenek arra, hogy higgyen csak, hogy megismertessék vele a vallást, de ha keresztény hittanról van szó, akkor meg ők nyilván ebben a világnézetben élnek, és akkor ők meg elhiszik azt, amiről szó van. Tudod, mit javasolnék most? Hogy függesszük föl, és térjünk vissza rá, itt később, akkor már 1 óra 20 perc, és az agyam szétesik mindjárt. És én szívesen megbeszélem, mert most még arról van szó, hogy gyerekben alaptalan bűntudatot ébreszteni. Ez van itt még felírva. Illetve téveszmés gondolkodásra tanítani, de mintha ez már lett volna. És akkor kihagytunk egyet, az irracionális hiedelmek. Az ugyanaz. Tehát a... Értem. Ja, tehát most persze nyilván az, hogy mi az irracionális, meg mi nem. Hát igen. Igen, ja. Értem. Na, tehát... Ami engem személy szerint a legjobban zavar, úgy egyáltalán a hittan kérdésben, nyilván amennyiben tényleg hittanról van szó, nem csak a neve az az órának, hogy hittan, de egyébként osztályfőnöki óra van, vagy hóembertekültünk, vagy bármi. Tehát, hogy ugye azért szerintem már eleve az, hogy hát ugye ezért nevezzük hitnek, tehát ez, hogy az, hogy amiben hiszek, azt nem lehet bizonyítani, rendben, oké, rendben. Tehát akkor valamit azért csak kéne mondani, hogy miért higgye el az ember azt, amit a hittanórán hall. Miért higgyek én abban, vagy miért higgyen egy gyerek, vagy bárki abban, hogy a rengeteg Isten közül az egyik épp létezik, és neki úgy kell élnie az életét, ahogy ezt az Isten állítólag akarja. Tehát valami érvre szerintem szükség lenne, hogy miért higgye ezt valaki el? Mondjuk szerintem, ha vallásspecifikus hittanról van szó, akkor ott már eleve feltételezik azt, hogy az a gyerek azt a neveltetést kapta, szóval hisz abban. Ha általános hittanról van szó, akkor pedig én nem ismerem magát a tantervet, vagy a tanmenetet, de én nem hiszem, hogy arról van szó, hogy te hitte ezt el. Inkább csak valamiféle teológia lehet az egy verziója a történelemnek, úgyhogy buddhizmus akármi megismertetik vele. Én így képzelem el a hitoktatás, hogy miért higgy el az ember, az egy kérdés.
Nem is. Tehát, úgy is mondjam, tehát rendben, te azt mondod, hogy elfogadod azt, hogy a világot Jáve teremtette 6000 évvel? 6, nagyjából. Oké, rendben. Nagyjából, oké. Miért? Engem ez érdekel, hogy miért? Nézd, ha engem kérdezel, ha engem kérdezel, hogy én hogy jutottam el erre a pontra, hogy én hiszek, én lehet, hogy annyira nem voltam talán a nem hívő oldalon, mint te. Szóval én nem, bár nem tudom, hogy te mennyire nem hiszel, de én nem voltam annyira a vallás ellen, én mindig is mesének tartottam. Egészen vagy 10 évvel ezelőttig, vagy 8. És én az, hogyha ki kéne választani elveket, hogy mi az, ami elvezetett ide, akkor a világnak a rendezettsége volt az, ami engem eljutott idáig. A dolgoknak a rendezett... Jó, de erre mondom én ezt egy irracionális hiedelem, mert hát ebből, hogy a világban rendezettség van, ebből nem látom, hogy miért következik az, hogy pont Jáve. Az más kérdés, hogy pont ez vagy pont az. Most a kérdés inkább az, hogy nekem, most ha csak megmaradunk a hitre jutáson, engem az győzött meg arról, hogy van egy intelligens, személyes elme emögött az egész mögött. A Jávéra eljutás az egy későbbi ponton történt meg. De maga a hit, hogy létezik egy teremtő, az abból származott, amit én megtudtam a világból. A idézőjeles tudomány jó. Szerint. És én testnevelés okay. Területről származom, szóval engem inkább a biológia volt az, amihez értek, amennyire értek. Mármint amennyire egy testnevelés. Picit biós vagyok én is. Jó, oké, okay, de... Hogy miért pont az, arra itt nem topálsz. Igen, itt vagyok. Jó, aha. Jó rendben, oké. Okay. De ezzel, ez, mit szólsz ehhez a problémához, hogy ugye, hogy intelligens tervező. Tehát szerintem, ami kapásból mondjam, könnyen rá lehet mutatni, hogy ez az elképzelés miért rossz. Az egyik, az, hogy az úgy véred, hogy az intelligens tervezőt is meg kellett tervezni? Nem, Jávét nem kellett megtervezni. Jó, ha Jávét nem kellett megtervezni, akkor lehetséges létezni anélkül, hogy megtervezzenek valamit. Lehetséges létezni anélkül, hogy megtervezzenek valakit, ha te vagy Jáve, de az egy más dimenzió, ugye a spiritualitásról van szó, szóval ez nem egy fizikális dimenzió. A fizikálisban nem nagyon lehet létezni, úgy én nem tudok arra példát, hogy létezne bármi is, amit nem. Mert ugye... Jó, de itt most valami másfajta dimenzióról van szó, amit nem tudjuk, hogy egyáltalán létezik-e, stb. Hát ne, de ugye de bárjál, mert úgy tudjuk, mert ugye most vitatjuk, most próbálunk egy belső kritikáját ennek a rendszernek alkalmazni, hogy miért nem kellett megtervezni Jávét. Én azt mondom, hogy azért nem, mert ő nem fizikális. Míg minden, amit mi ismerünk, amiről most beszélünk, hogy meg kellett tervezni, az fizikális. Isten nem fizikális, hanem transzcendens, szóval tudjuk, hogy létezik. Ebben a világban, amelyet próbálsz kritizálni, ebben létezik a transzcendens. Érted? Már most bejutottunk, már most próbáljuk kritizálni. És én ez a válaszom. Jó. Értem. Kétlem, hogy ennek van bármi teteje, de most ne kritizáljuk a választ. Tehát azt kellene kimutatni, hogyha lehetséges az, hogy bármi transzcendens, nem transzcendens, abrakadabra, hókusz-pókusz, ha bármi létezhet anélkül, hogy megtervezték volna, akkor ez miért nem lehet az univerzumra érvényes? Hát ugye ez egy érvelési hiba lenne az, hogy egy meg van tervezve, ezért minden meg van tervezve, vagy bármi más meg lehet tervezve, mint a rész egész, szóval ez... Azért, mert a labda gömbölyű, az nem azt jelenti, hogy minden labda gömbölyű. Ez így van.
De viszont, ha a labda gömbölyű, akkor azt tudjuk, hogy akkor lehetséges, hogy létezik valami, ami gömbölyű. De azt nem jelenti, hogy van is. Lehetséges, de nincs. Hát, ha tudjuk, hogy van gömbölyű labda, akkor tudjuk, hogy létezik valami, ami gömbölyű. Hiszen ha nem létezik, tudjuk, hogy nem létezhet. Létezik is olyan, ami nincs megtervezve, Jávé? Az egyetlen. Jó, jó, jó. Ez nem azt jelenti, hogy van másik is, ami meg van tervezve. Vagy ez nincs. Valóban, csak hát valahogy kéne mutatni, hogy ez a tervezetlenség, ez nem alkalmazható a világra. De most mondom, hogy a fizikálisban nem létezik olyan. Két különböző világról. Hát ezt mondod, de valahogy ez bizonyítani kéne, nem hogy kell, ez hát... lehetetlen. Hogy lehet, ezt nem kell bizonyítani, ezt csak... Nem. Hát hiszen tudjuk, hogy lehetséges, hogy a Jacquel létezhet anélkül, hogy megtervezték volna, akkor lehetséges, hogy akkor lehetséges létezni tervezetlenül. A spirituálisban lehet. Miért nem állíthatjuk az univerzumból azt, hogy tervezett, akkor nem mondhatjuk azt, hogy lehetetlen, hogy az univerzum tervezetlenül létezik, hiszen tudjuk, hogy ez lehetséges. De... Tehát magyarázatra szorul, hogyha Jahvét nem kellett megtervezni, akkor az univerzumot miért kell? Most mondtam el, azért, mert Jahve nem egy fizikális dolog. Jahve egy a spirituális. Jó. Azért, mert egy nem fizikális dolog létezhet volna, azért ebből miért következik az, hogy a fizikális dolgok nem létezhetnek ugyanígy? Mert a fizikálisban nem találkozunk olyannal, ami ne lenne megtervezve. De hát ez körkörös, tehát tudod, hogy mivel nem tervezett, ezért nem tervezett. Ettől valami jobbért kéne. De most mondtam el, már egy csomószor. Hát nem, hát én csak azt mondtam el, hogy az érved rossz. Mert bizonyítottnak tekinted azt, hogy nem tervezett, tehát azért nem tervezett, mert nem tervezett. Ez rossz, ez tautológia. Tehát a tervezettségi érv szerintem már eleve itt megbukik. Tehát, hogy nem tudod megtervezni, mert nincs, aki megtervezze. Nem. Nincs tervező, aki megtervezze, hisz ő az alapja az egész létezésnek. Nincs előtte senki, aki megtervezhetné. Jó, értem, de az univerzum miért nem lehet ilyen, hogy nincs előtte, aki megtervezhet? Az univerzumról ezt miért nem mondtak? Eltűnt a kép meg a hang. Nem látlak, nem hallak. Nem lehet hallani, vagy látni? Most igen. Meg időnként talán nem is hallak. Uh-huh. Nézd, én úgy gondolom, hogy Istennek az a lényege, hogy ő az egésznek a forrása. Azért Isten. Jó, azért hívjuk annak. Jó, világos. Jó, forrás, de ez nem ad magyarázatot arra, de lehet, hogyha lehetséges. Aki megtervezte, akkor az Isten. Akkor az Isten, aki őt megtervezte. A mozgató nélküli mozgató. De ez nem válaszolja meg a kérdést. Aki megtervezte, az Isten. De mondom, azt kéne elmagyarázni, hogy ha lehetséges tervezetlenül létezni, mert Jahvét nem tervezték, akkor ez miért nem lehetséges, hogy az univerzum is tervezetlenül létezik? Ez magyarázatra szorul. Valamivel el kéne magyarázni, hogy ez kizárható, hogy az univerzum tervezetlenül létezik. Ezért rossz a tervezettségért. Hmm. Önmagának mondja. Az nem biztos, hogy rossz. Bizonyos dolgok, esetleg csak én nem tudok választ adni rá, de fair, amit mondasz, utána kell nézni. Elfogadom. Oké, ez az egyik. A másik pedig, ami szerintem egyértelműen eldönti a kérdést, az a fizikai elméből vett érv, amiről a múltkor is volt szó. Tehát egyszerűen, ha Istennek ahhoz, hogy tudatunk legyen, ahhoz agyra van szükség. Agy nélküli tudat nem létezik, ezért Isten nem létezik, nem tervezhetett univerzum. Hát ugye ez egy feltételezés, hogy nem létezik tudat agy nélkül. De adatokkal jól alátámasztható feltételezés. Hát de azt nem tudod bizonyítani, ellenben... hogy nem létezik tudat agy nélkül. De ez csak feltételezett, hogy nem létezik. Valóban ez egy induktív érv, a jelenlegi ismereteiből következik.
ez nem jelenti azt, hogy kizárható, hogy tudat létezzen agy nélkül, azt mondja, igen, hogy rendkívül valószínűtlen, nem érdemes feltételezni. Hogy ne fel? De én azt hiszem, a múltkor is ezt mondtam erre. Sőt, hát maga a tudat az nem is egy fizikális dolog. Dehogy nem, de... Hát nem. A tudatnak az a lényege, hát, hogy azt mondod, hogy az agy hozza létre, nem a tudatot? Hát maga az agy... Várjál még egyszer, még egyszer. Szóval én azt mondtam, hogy az agy hozza létre a tudatot. Mit mondtál te erre? Mert megszakadt. Hát maguk a folyamatok, tehát azok a mindenféle elektromos és kémiai folyamatok, amelyek az agyunkban zajlanak, az maga a tudat. Az maga a tudat. Igen. Érdekes. Mint hogy a vezetékben az elektronok áramlása, azt nevezzük ára. Itt is, tehát ugye mivel proton és elektron, tehát magukat a folyamatokat, amik az agyamban zajlanak, én nem tudom, neurotranszmitter, meg tüzel az idegsejt, meg stb. Ez így együtt, ez a tudat, ez maga a tudat. Úgy értelmezed, hogy a tudat az egy fizikális dolog. Így van, így van, így van. A tudat az lényegében a neuronok kapcsolata és azoknak a különböző kombinációja hozza létre, meg tartja fel. Ez a tudat. Igen. Pontosan. És ha kikapcsolod az agyat, akkor te, mint Zsolt, megszűnsz létezni, és az a tudatnak vége is semmi. Legalábbis ez a feltételezés. Van. Ez engem nem tesz boldoggá, de így van. Ez a legvalószínűbb, hogy ez így van. Értem. Hát nézd, érdekes volt. Én érdekesnek találtam, de most már tényleg én azt javaslom, hogy egy későbbi alkalommal térjünk vissza, hogyha találunk témát. Persze, jaj, meg ha szeretnék, feladom, mert ezekre választ kell találnom, mert érdekes, amit mondasz, meg elfogadom. De el kell gondolkozom ezeken, amik most így felmerültek a... Okay. Jó. Különösen ez a tervező nélkül. Ezért beszélgetünk. Ez egy jó érv. Akkor Zsolt, még az utolsó szó jogán szeretnél valamit mondani bárkinek? Valamilyen üzenet, vagy egyszerűen csak elbúcsúzunk, és akkor... Nem. Tehát én hogy is mondjam, tehát én nem... Na, egyszerűen érdekesnek tartom a témát, és hát... Na, ez tehát szerintem jó. Remélem azért nagyjából azért elég sokat eltértünk mindenféle irányba, tehát nem tudom, hogy mennyire volt követhető egyáltalán, hogy mi a csodáról beszélünk. Nagyjából ugyanarról volt szó végig. De persze. Nézd, hát ha valaki nem tudja követni. Remélem azért azt sikerült bemutatnom, hogy azért, hogy lehetnek gondok azzal, ami egy hit. Nézd, hát abszolút fair az összes. Én egyetértek azzal, hogy az a kritika, amit megfogalmazol, vagy ami megfogalmazol, az fair, ez teljesen jogos. Én nem gondolom, hogy nem. Meg nincs is válaszom mindenre, mint ahogy kiderült, szóval egyszerűen csak utána kell nézem, aztán legközelebb talán lesznek válaszaim. De akkor én megköszönöm, hogy rendelkezésre álltál, meg beszéltünk. És akkor hát, ha lesz lehetőség, még a jövőben folytatjuk innen, elbúcsúzom mindenkitől. És ez volt Korompai Zsolttal a beszélgetés. Köszönöm, Zsolt, és akkor innen folytatjuk mindenkinek a legjobbakat. Köszönöm. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót, és halleluja!